annyira jó ez a dolog, hogyha meg tudná csinálni ez az ember ezt a szerkezetet, akkor ez lehetne egy méltó ajándék a Führernek, amikor győzött a háborúban, és ez lenne a tábor ajándéka. Nagyon érdekes történetről van szó, ugyanis az 1800-as évek közepén, amikor egyre nagyobb igény támadt arra, hogy gépeket tervezzenek, pontos pénzügyi számításokat végezzenek, akkor szükség lett volna olyan számolóberendezésre, olyan számológépre, mivel ezt több helyi értékpontossággal meg lehet csinálni. Hát akkor ilyen nem volt. Igaz, hogy évszázadokkal korábban már voltak előfutárai ennek a dolognak. Egy Thomas de Colmar nevű francia volt az a vállalkozó, aki a 1600-as évek közepén Leibniz által kitalált, úgynevezett Leibniz kereket felhasználva, megtervezte és elkészítette az első ilyen igazán kereskedelmileg használható mechanikus számológépet. Ebben a Leibniz kerék az alapvető működési elv, de rengeteg más fogaskerék is tartozik hozzá, és tényleg automatikusan tud számolni, elsősorban összeadni, kivonni, de megfelelő léptetésekkel szorozni és osztani is tud. Ez a gép, amit itt látunk, azért nagyon különleges, mert egy Samuel Herstock nevű Ausztriában élő tervező, akinek gyerekkori álma volt az, hogy számológépet készítsen, az 1900-as évek elején elhatározta, hogy akkor most neki fog ennek, megszerezte hozzá pénzt, de hát akkor igazából nem lehetett licencet vásárolni, vagy lehetett volna, de ő nem akarta az Odner licenzt megvásárolni, és Odner szabadalmakkal védte az akkor nagyon sikeres tűkerekes kalkulátorát. Körülnézve a lehetőségek között, erre a Thomas aritmométer nevű szerkezetre bukkant, aminek a szabadalma egyáltalán volt, az is mellejárt réges-régen, tehát szabadon lehetett ilyet készíteni. Ezért Samuel Herstock nekiállt, és elkészítette ezt a fajta gépet, és nem csak ezt, hanem ennek rengeteg változatát később. Évtizedeken át gyártotta ezt a gépet, ezt úgy hívták éppen, hogy Ausztria, mert Bécsben készült a szerkezet. Az első vásárlói a bankok voltak. Érdekessége a történetnek, hogy Samuel Herstocknak volt egy Kurt Herstock nevű fia, akit nagyon érdekelt ez a technika, de hát, mint ahogy általában szokott lenni, azt gondolta, hogy ő ennél jobban tudna csinálni, mint amit az édesapja csinált. Ezzel elő is állt, az édesapja nem nagyon hitt ebbe a dologba, de azért kitartó ember volt, és úgy gondolta, hogy mégiscsak megtervezi ennek a sokkal kisebb, megbízható, használható, teljesen jó verzióját. Hát ezt odáig jutott vele, hogy szabadalmat is kapott rá, osztrák szabadalmat. Személyes balsorsa az volt, hogy mivel zsidó származású volt a családja, ezért amikor az Anschluss megtörtént 1938-ba, akkor egy kicsivel később hiába volt ő neki nagyon komoly gyára, és hiába tudott még lőszert is gyártani, nem csak számológépet, előbb-utóbb mégiscsak be kellett vonulni a Buchenwaldba, és hát ott a keserbe sorsát várta. A személyes szerencséje ebben a szerencsétlenségben az volt, hogy miközben ott várták a keserű sorsukat, a németek beszállítottak egy teherautónyi mechanikus számológépet, amilyen tűkerekes kalkulátor volt, és megkérdezték az ott lévőket, hogy ki tudja ezt használni, ki tudja javítani ráadásul. És ez a Kurt Herstock jelentkezett, hogy tudja ezt használni, és nem csak használni, hanem javítani is. Azért volt érdekes, mert hát akkor azt mondták, kiváló, neki kell állni és javítani. És miközben javítgatta ezeket a tűkerekes kalkulátorokat, nem nagyon tetszett neki, és mindenféle kritikával illette, hogy ez ilyen rossz, meg szorul, meg gyenge minősége, egyebek, amit az ő sértésnek vett, mert mérnök volt, és úgy gondolta, ez a tudomány állása a legjobb kalkulátor, amit lehet kapni ma a piacon. Kurt saját szabadalmáról mesélt az őrnek. Oda hívta a főnökét is, sőt, aztán oda hívták a táborparancsnokot is, a buchenwaldi táborparancsnokát, aki éppen szintén műszaki érdeklődésű ember volt, és megért, hogy miről van szó, hát teljesen oda volt, és azt mondta, hogy ez annyira jó ez a dolog, hogyha meg tudná csinálni ez az ember ezt a szerkezetet, akkor ez lehetne egy méltó ajándék a Führernek, amikor győzött a háborúban, és ez lenne a tábor ajándéka. Úgyhogy ezért aztán szabad időt kapott a Kurt Herstock, és elkezdte tervezni a szerkezetet, és nem volt nála a szabadalom, úgyhogy őnek előre meg kellett végig tervezni, a fejében ott volt a terv, de papírokat készített, elkészítette a tervrajzot, és ezt olyan hosszú ideig csinálta, hogy véget ért a háború, és megúszta, túlélte a háborút, és amikor kijött a táborból, akkor ott voltak nála a tervrajzok, és kellően kitartó emberként addig ment, meg megtalálta a kellő szponzort, ez éppen a liechtensteini herceg volt, és Liechtensteinbe elkezdték gyártani ezt a szerkezetet. A számológép a feltalálója után a Kurta nevet kapta. Érdemes a kettőt összevetni egymással. Ez a két szerkezet pontosan ugyanazt tudja csinálni,
ugyanolyan Leibniz-henge van a belsőben, mint amit annak idején az édesapja használt, csak hát sokkal precíziósabban van ez elkészítve, és ugyanúgy 2, 4, 6, 8 helyértékkel lehet vele pontosan számolni, alapvetően összeadni, kivonni, de szorozni, osztani is kiválóan lehet. Úgyhogy annak idején ez egy kultusztárgy lett, mert például a pilóták nagy szeretettel használták, vagy pedig az autóvezető mitfárerek, mert kis helyen elvért, és nagyon pontosan gyorsan lehetett vele számolni, csak tekergetni kellett ezt a kis kart a tetején, és így végezte az összeadást, és hogyha szorozni kellett, akkor odébb kellett egy ilyen léptetni, és akkor megint ezzel lehetett elvégezni hatékonyan a szorozást és osztást.